Ki fogja irányítani a motort? Lábakat fel. Ilyet még nem láttunk gyermelyen. Szerintem Pepe szeretne fölmenni. Lehet, hogy Pepe megérkezik. Fölmegy, hogy elállítja az esőt. Nézzétek meg. Fölmegy. Ezen a mi aszfaltunkon azért ez plusz kockázatot jelent. És senki nem próbálkozott. Tapsoljuk meg nagyon. Amikor Pepe fölállt, ő volt a felhő karcoló. És visszafele is. Ez nem volt elég egyszer neki. Egy nagy tapsot Pepének, hogy másodszor is megcsinálta. Padlógázt húzni neki, de nem egyesben, hanem harmadikban, negyedikben, mert akkor forog gyorsan a kerék. Nem sokáig, ez
sőt, ha sötét lenne, már látnád, hogy szikrázik a gumi. Akkor ez már kidurrant? Még nem durrant ki, de még a vászon és még egy réteg fogja. Tehát a drótvászont koptatja most Pepe, és az utolsó réteg gumit. És már laposodik a gumi. Nagyon lapos a gumi, kezd ereszteni. És az utolsó köfé is megadja neki Pepe. Pepe is durrant. Nem. De lehet, hogy nem is fog. Van másik. Minden gumit kidurrantunk ma? Akkor egy tapsot kérünk Pepének, mert egy másik gumit csak azért, hogy szóljon. Mert most nem durrant valami nagyot. Nem durrant a gumi, hanem leeresztett, de kinyírta, ahogy ígérte. Igen. És ott még egy pár Mad Max kör a végén. Egy kis oldalkerekezés. Ráfagyott az arcára a mosoly. Itt is Mad Max körök. Egy kis oldalazás. És ez a motor is kidőlt. Ó, mind a két autó. Majd tapsod Pepére. Köszönjük szépen Pepe és Trizoli. Hatalmas tapsot nekik. Köszönjük, igazán megszínesítették a napunkat. Hát tapsot kérünk, és ha azt akarjátok, hogy máskor is hívjunk ilyen ügyes fiúkat, akkor még nagyobb tapsot kérünk. Hogy én is tudjam, hogy ez most jó döntés volt. Kitáltom meg ide. Egy tiszteletkör tesznek ketten. Közönség előtt. Lehet velük pacsizni. Oda-vissza. Erről milyen jó fotókat lehetne készíteni. Búcsúzzatok el Pepétől és Trizolitól. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és a 10. gyermei falunak programját színesítettétek. És felpezdítettétek a vérünket. Igen, szó szerint. Azt hiszem, hogy emlékezetes maradt sokáig azoknak, akik az első, második és harmadik sorból élvezhették ezt a produkciót. Köszönjük szépen tehát Pepének és Trizolinak. Úgy látom, mindenki szeretne pacsizni Pepével, mindenkinek tetszett a műsor. Köszönjük nektek, fiúk, és várunk máskor is benneteket. Lehet jönni és fotókat készíthetni. És közben mondom, hogy a következő programunk a színpadon fog kezdődni méghozzá. A Tatabányai Népház Show Formációs Tánc Együttesnek a produkciója, amelyben Gyermei, Kislány és Kalapos Fruzsina is szerepel. Ők tavaly is voltak már nálunk a falunapon, és a nagy sikerre való tekintettel újra hívtuk őket. Tehát lehet még itt fotózkodni Pepével, Trizolival és a járgányokkal.